1922. február 13-án születtem Kiskörén, a most Tiszatóban, ott Tóth Istvánnak hívnak. És azután később Jászárok szálláson jártam elemi iskolába, és Jászberényben jártam tanítóképzőbe, azután Szegeden lettem tanár, éppen végzős tanár voltam, mikor március 19-én megszálltak bennünket a németek. Ott az egyik jászberényi osztálytársammal voltunk együtt. Ő volt az egyetlen kommunista, akit a háború előtt láttam. Vég Joachim, Mátra Szuháról kitűnő tanuló volt. Jellemző, hogy ő volt az egyetlen Horthy ösztöndíjas. Azt jelenti, hogy 800 pengőt kapott egy évbe. És mikor jött Köves Pali, a fizika tanszék adjunktusa, hogy megszálltak bennünket a németek, akkor Joachim is összekapta magát, és mondta, hogy gyerünk ki, és mentünk a lány kollégiumhoz. Hogy mi van a lányokkal, különösebben akkor nem udvarolgattunk, akkor még kisasszonynak szólítottuk őket, magáztuk, stb. És a lány kollégium kapujában egy tigris páncélos állt, és Joachim az út másik oldaláról így ökölbe szorította a kezét, és kiáltotta magát, halál a fasisztákra. Erre rávágta az ávárzatot a páncélos lövegtornyában a törzsőrmester, és ránk irányította a géppuskát. De úgy látszik, parancsuk lehetett, hogy ne kezdjenek fölöslegesen vérontást. Mi átdobtuk magunkat a kerítésen, a láncon, és menekültünk. Aztán mondtam neki, hogy nem hagyod abba ezt a kommunista hitvallást, akkor én abba hagyom. Az az érdekes, azért mondtam ezt el, hogy 56-ban viszont, 56-ban Vég Joachim faltörőkost szerzett, valami építkezés lehetett a Szegedi Városháza környékén, és azzal törték be a Szegedi Városháza ajtaját. Akkor már a forradalmárok oldalán állt. Egyébként tanársegéd volt a történelem tanszéken, és utána, mikor lecsendesedett minden, akkor összeszedték a forradalmárokat, és vitték ki a Szovjetunióba a teherautón, és valahol Munkács, Ungvár környékén járhattak, és akkor azt mondta az őr, tessék leszállni, felsorakozni az árok partján, ezt Joachim mesélte el nekem, és felsorakoztak az árok partján, és elkezdték énekelni a magyar himnuszt. És erre az őr, utána jobb tvoje boha dusa maty, nyed gimn, pis-pis, pisíjetek, ne a himnuszt énekeljétek. Aztán kivitték őket a Szovjetunióba, de utána hazavergődött, és persze nem lett tanársegéd, és négy lánya volt neki, aztán nem sokára meghalt. De ahogy mondtam, hogy az Oltyozi szorosba kezdtük, és van szerencse a világon. Augusztus 20-án bennünket elvezényeltek onnan, és augusztus 23-án a románok átálltak, és azután én a 20. könnyű hadosztályhoz kerültem Egerbe, annak az egyik zászlajához átvezényeltek Gyöngyösre, a harmadik századhoz, a harmadik zászlajhoz, bocsánat, onnan aztán kivittek bennünket, tisztiiskolára vezényeltek, tartalékos tisztiiskolára, és azt mondták egyszer csak, így Mikulás táján, vagy előtte néhány nappal, hogy Schleswig-Holsteinbe kell menni egy éjszaka, riadó, bevagoníroztak bennünket és vittek oda. Aztán a lengyel-német síkságon leszakadtunk az ezredtől, az ezred
ez a tartalékos tisztképző, ezre tényleg el is jutott Schleswig-Holsteinig, a dán határig, de mi itt maradtunk Danzig alatt. Hogy merre jártunk, azt nem tudjuk, mert a helységek névtábláit leszették, nem volt már ott az égvilágon senki, illetve egy-egy ember, aki elbújt valahová a pincébe, de ő sem mert szólni. Éjszaka vagoníroztak be bennünket, és nagyon gyorsan Csehországban voltunk, mert nem tudtuk mi mit csinálni, nem tudtuk, hogy mi történik velünk. Azt kellett mutatni, hogy nagy csoport van az oroszokkal szembe, és örökké járkáltunk jobbra-balra, és olykor érintkeztünk az oroszokkal. Meg hát az oroszok kitűnő felderítők voltak, nagyszerű repülőgépeik voltak. Alig-alig vették tudomásul, vagy nem akartak ellenkezni Hitlerrel. Ekkor éppen század főszakács volt, még a századunk is leszakadt a zászlóajtól. Nem tudok én még tojás se főzni, de kijelöltek, és azt kellett csinálnom. És szóltam Varga Matyinak, verpeléti szakaszvezető volt, hogy úgyse tudunk a Zsoldal mit csinálni, valamit enni kell a századnak, és ott volt egy ilyen elbújt ember, egy kicsi ember, és kérdezte, ott volt, disznók voltak ott, és kérdezte, hogy egy disznót mennyiért ad, mondja, hogy 148 vagy 146 márkáért. Odaadtam neki a Zsoldomat, és mondtam Batyinak, hogy lőd agyod, Batyi, a disznót. Aztán, és ahogy agyon lőtte, kerékpáron megjelenik két német csapatcsendőr. És akkor kérdezte, hogy wer hat befehlgegeben, ki adta a parancsot erre, hol van az engedély? Hát sehol. És akkor intettek, hát Varga Matyi mondta, hogy én adtam az engedélyt. És akkor menjek velük. Abban a pillanatban, ahogy vinni akartak, iszonyatos aknatűz zúdult ránk. Mondom, mi folyó volt ott, de hogy milyen folyó, nem tudjuk, mert földuzzasztottak minden vacak patakot iszonyatosan, hogy ne tudjanak átkelni, vagy lassítsák legalábbis az oroszok átkelését. És ekkor a két csapatcsendőr eltűnt, és soha többé nem láttam őket. Tehát még akkor, hogy ennyire a frontvonalban voltunk, még akkor is engedély kértek, vagy kérték a papírt, hogy van-e engedély hozzá. A németek annyira el voltak számva, hogy amikor fogságba estünk, tudom, hogy ez most nem aktuális még, fogságba estünk, akkor egy ilyen tanyaközpontszerű épületcsoportba kerültünk, mi épp egy disznóolba voltunk, szalmával, friss szalmával töltötték meg, és egyszer csak kiabált, ordít valaki a szomszédból. Az egyik német ugyanebbe az ólba került, és elővette a bajnétját, mert el magával csempészte, és le akarta szúrni azt a magyart, aki mellette volt, mert nem lőttek és nem álltak ellen a támadásnak. Tehát már fogságban volt, és még akkor is, na, olyan, mint Chauvin, ugye ez az őrmester Napóleon idejében, hogy már a fél arca le volt lőve, és akkor még mindig éljen a császár, még mindig rohadt. Ez érdekes volt, olyan nagy Árpi, erdélyi fiú volt, és egy erős, magas, majdnem két méter magas, de nagyon erős ember volt, akkor éreztem életemben először a halálverítéket. Hát biztos volt, hogy ők meghalnak, mert teljesen sík területen kellett nekik velünk szembe jönni, ők nem tudhatták, hogy mi nem fogunk lőni, és ő volt az első, és oda toppant a lövészárok tetejére, és románul szól hozzá Nagy Árpi, hogy mi nem fogunk lőni, maradjatok nyugodtan, és
szólj a többieknek is. És akkor így egyszerűen ezért, hogy mi 5 óra hosszánként egyet lőhettünk volna, ők a davajgitárból 1 perc alatt lőhettek 60-at. Tehát amíg mi egyet lőttünk, ők 8000-et lőhettek volna. Ez teljes hülyeség volt a németek részéről is. De jellemző, hogy amikor az ojtuzi szorosban voltunk, akkor még a német szövetségben volt mind a kettő, a román is, a magyar is. Itt most a oroszok hajtották a románokat, itt meg a németek hajtottak bennünket szembe egymással. Egyiküknek se volt érdeke, hogy ölje a másikat. Aztán itt tényleg nem volt semmi baj, és mondtuk, hogy itt van az SS hadosztály, menjenek afelé. Aztán mi átjöttünk, és ott hagyták, ledobták a fiúk a puskát, és mi szépen sétáltunk a kereszt, és jellemző, hogy ott az NKVD-s tisztekkel ott találkoztunk, és voltak közöttünk felvidékiek, és ők a szlovákon keresztül tudtak valamit mondani, vagy érteni a NKVD-s tisztel, és megkínálta cigarettával az NKVD-s tisztet, aki hajtotta előre a román zászlóját, és adott neki finom magyar cigarettapapírt, és a bahorka nem tűrte a cigarettapapírt, az bahorka, ugye ez a dohánynak a kemény erejének a bedarálása, olyan, mint a dara, és akkor néztük, hogy ezek mit szívnak. De jellemző, hogy az előbb mondtam, hogy ez a német előhúzta a bajnétot, és le akarta szúrni a magyart, hogy mi nem álltunk ellen ilyen körülmények között elég keményen az orosznak. De én sem voltam különb, mint ez a német, mert a katona zseb spicbe végződik, és a forgópisztolyt beletettem. Másik zsebemben volt 27 töltény, ebben a pisztolyt. Jöttem, hát hogyha agyon lőnek, akkor én is agyon lövök valakit, én is védekezni fogok. Azután mentünk, és ahogy mondtam, illett volna a légitámadás után tüzérséggel lőni a mi vonalunkat, utána páncélosokkal támadni, és azután jönni a gyalogosoknak. Ez lett volna a hadillem. De ezek nem. A légitámadás, a légibombázás után jobban küldték ezeket a románokat, és nyilván ők is tudták, hogy mi lesz a románok sorsa. Na és mentünk keresztül a tüzérségen, a lövegállásokon, és ott vagyok, és szintén egy nagyon derék, stram, szőke szakaszvezető, akkor csodálkoztam, hogy a pisztolya térdénél lóg, rámugrik, és a pisztolyát kirántja, és agyon akar lőni engem. Tudja az ördög, hogy miért? Mi akkor 4-es sorokba mentünk, és hogy miért álltam én ott a sor szélén, holott hát én nem voltam beosztva a szakaszhoz, és század összekötő voltam. Én ott mentem, és agyon akart lőni, és a többiek lehúzták rólam. Aztán egy szétlőtt tanyaközpontba vittek bennünket, és egyszer jön egy orosz őr, és mond valamit, végül rájöttek, hogy magát keresik, engem, igen. És akkor mondta, hogy gyűjjök officier, gyerünk a tiszthez, a politikai tiszthez. Hú, hogy mit akarhat. Na és akkor ott ezeken a robokon keresztül mentem, és nem tudtam, hogy dobjam ki a pisztolyt, és akkor, mint Jancsi és Juliska, szórtam a 27 töltényt, hogy oda mentünk. És akkor egy olyan, mint hogyha tanterem lett volna, de nem tanterem volt,
ott állt egy középmagas, vékony politikai tiszt, egy alhadnagy, és tisztelgett nekem ilyen furcsán, fölemelve a kezét, milyen laposan, feszesen tisztelektünk, és azt mondja, hogy ő ez és ez, és a Vörös Hadsereg nevében elnézést kér az atrocitásért, ami engem ért, útközben, hogy az a tüzér szakaszvezető engem megtámadott, és engem biztosít, hogy a Vörös Hadsereg oltalma alatt állok, és engem semmilyen bántódás nem ér. És elég ez nekem, hogy a Vörös Hadsereg nevében ő bocsánatot kért tőlem, mondtam, hogy németül beszélt, és hát elég, hát én nekem, hogyha hadd menjek már innen el. De jellemző, hogy tényleg ez igazat mondott, én nem gondoltam, hogy igazat mond. Annak idején, később dolgoztunk a fakitermelésen, és kilométer hosszú hadifogoly menet volt, és főztünk szappant. Nem volt szappantjuk az oroszoknak. Mi kaptunk havonta ilyen 2x2 centiméteres, mint a nagy kockacukor, szappant, puha volt, de kitalálta valaki, mert vegyészek is voltak közöttünk, mondtam, hogy tartalékos tisztképző volt, és az oroszok az amerikaiaktól kaptak szardíniát, meg egyebeket, és a szemét dombon találtunk üres szardíniás dobozt, és ezek a vegyészek mondták, hogy úgy kell csinálni, beletenni ezt a 2x2 centiméteres szappandarabkát, rápisilni, kitenni a hóra, megfagy, de keményre, nagyon hideg volt ott, és akkor utána ebből kivesszük, és elvinni az oroszhoz, és akkor meg kell kérdezni, na, vám milánáda, és akkor én is ezt csináltam, hogy a kilométeres sor elejére jöttem, mikor vonultunk ki a munkára, és beugrottam az egyik házba, 5-6 házból állt az a csoport, és mementem, mutattam ezt a szürke valamit, hogy vám náda? Náda! Mit akarok érte? Mondtam, hogy kartóskát, krumplit. Szedték föl a padlót, és szedte ki a zsákomba. De ott nem olyan a kemence, mint nálunk, hanem ott szögletes, valami egész más rendszerű, és ez a családfő, ez a férfi rátette ezt a milát, ezt a szappant a kemencére. Hátra nézek, és konyult le a mila. És Jézus Mária, még járt volna 7 darab krumpli nekem, összekaptam a zsa, és mentem ki. De alig értem ki, a fogoly sor még ott jött, beálltam, és jött ki kis baltával, hogy szétvágja a fejem. És az orosz őr, igazán ragyogó, igaza volt a Blácsilitinántnak, az alhadnagynak, rávágta az ávázatot, és célba vette, hogy lelövi, ha hozzánk mer nyúlni, és meghökkent, és visszament. Úgyhogy az alhadnagynak igaza lett, hogy a Vörös Hadsereg oltalma alatt voltam, mert különben szétvágták volna a fejem. A magyarok általában kevesen voltak a németekhez viszonyítva, és itt ez nagy áttörés volt, és jelentős áttörés volt, és rengeteg német volt. Gyorsan számba vettek bennünket, de mikor átkerültük, diadalittas hangulat, öröm, és aztán kérdezték a nevét az embernek, apja nevét, nekünk ez furcsa volt, mert az anyja nevét szoktuk mondani. Aztán kérdezte partizán, szaldát. Örültünk neki, szaldát. Akkor hallottuk először, hogy a katona, közkatona náluk is szaldát, és attól kezdve senki a rangját ki nem ejtette közülünk. Ha
Igaz, hogy az alezredesünk is azt mondta, hogy ha fogságba esünk, akkor ne hagyjuk el a legénységet, maradjunk a legénységgel. Lajstrandba vettek bennünket, és azután egy nap múlva az órát el, órámkat elvették. Most az, hogy hogy vették el, hogy hogy ástak, sírt és kik csináltak, ezt nem mondanám el. És az én órámat, én karórámat nem vették el, én nem tudom, hogy honnan. Biztosan van őrangyal, aki vigyáz az emberre, meg különben olyan ostoba vagyok, hogy az enyémet is elvették volna. A korc, a nadrág korc, szíj korca fedett végig, vagy az volt akkor a katonanadrágon, és én az ókarórámat hátra tettem a gerincemhez, és a többieknek menni kellett, leszették az órájukat, úgyhogy az asztalomban így állt az óra, de nekem megmaradt, 2000 kilométer alatt később adtam aztán el. És aztán sorba állítottak bennünket, és valami nagy városba vittek bennünket, egy táborba, 40 kilométerre volt, és hát bizony, én nem, igaz, hogy az Alföldön éltem, jászságban, én is jász vagyok, hogy nem, a alföldi ember tudja, hogy hogy kell a kapcát tekerni, de én nekem soha nem ment igazán jó, és már feltörte a lábam, és 5 centiméteres hólyag volt a talpamon, alig tudtam menni, és ez a sok ezres tömegnek az elejére soroltak be, de én lassan lemaradtam az utolsóba, és megfogom, leülök, hát meg fogom kérni, hogy hagyj keverjem, vagy tekerjem be a lábam. És az utolsó előtti sorba voltam, amikor látom, hogy egy német nem tud menni. Tüdőlövése volt, amikor sorba állítottak bennünket, akkor mondták, hogy aki sebesült vagy beteg, álljon félre, aki nem sebesült, álljon a másik oldalra. És én is odaállhattam volna, de a fene tudja, hogy mi lesz, nem álltam oda. Ez a német a tüdőlövésével nem állt oda. Egy rendkívül kedves, fehér arcú, kellemes fiú volt, és az orosz őr aranyos, igazán, majd olyan azt nem mondom, hogy tapintatos és finom valaki volt, mintha nem is az oroszok közül lett volna, vagy nem is a fronton vadították volna, meg szelíd volt. És mondta, hogy foglaljon helyet, üljön le az árokra, és segített, üljön le az árok szélére. És én ott mennem, és néztem, hogy mit csinál ez. És az leült, és hálásan ránézett az orosz őrre, és ez fogta magát, és egy sorozatot beleengedett, és ott halt meg. Na, ekkor aztán az ördög tudja még hány kilométert ezzel a véres talppal mentem kétségbe esetten, amikor ez ott. Aztán nem adtak enni 2-3 napig se, inni se, hát hogy honnan szereztük vizet, nem tudom. Lényeg az, hogy aztán valamilyen városba mentünk, de mi tudtuk, ismertük a földrajzot, és mégse tudtuk, hogy hol vagyunk, mert annyira a megtévesztésre törekedtek a németek, hogy sehol nem volt semmilyen kiírás. És tudom, egy kétemeletes nagy épületbe mentünk, talán iskola lehetett, és lejött, aki lejött a második emeletről, nem tudott fölmenni. Az az éjszakát is ott töltötte lent a földön, annyira elgyengült a társaság. Na és akkor innen elvittek valahová, tudom, Dajcsejlába, ahol nem túlságosan dicsőséges volt a cárnak Napóleon idején az attrakciója, és ott egy vásártelepen voltunk. Kerítés se volt semmi, én is gondoltam, hogy hol vagyunk, Lengyelország, mi lehetett,
tudtam már avaddél, Lengyelországon át jöhetnék, de a szlovákoknál. Azt hittem, hogy a lengyelek mind szeretnek majd bennünket. De aztán végül úgy döntöttem, hogy mégse indulok el, nem szököm el. Aztán egyszerre az a vagonírozás mindig úgy ment, hogy riadó be a vagonokba, és akkor mentünk, tudja az ördög meddig, egy hétig, és akkor végül leszálltunk egy Nevesincs rombálőtt állomáson, akkor ott már nem ilyen kellemes őrök voltak, és nem ilyen bájosan vagy figyelmesen törődő katonák. Ordítottak, ököllel vertek, puskatussal lögdöstek, sorba mentünk, egy napig mentünk, már majd összeestünk, hát, és egyszer csak egy tanya saroknál megálltunk. Na és vagy a tanya csoportnál megálltunk, és állunk, erdő széle volt. Szaladoznak ezek a kék hajtókások, akkor már tudtuk, hogy ezek az NKVD-sek, és mi pedig álltunk, és egyszer egy vastag törzsű fa mögül egy védes, véd, szakállas ősz orosz kidugja a fejét, és azt mondja nekem, pán, pán, Igorka vas jest? Az egészben nem értettem semmit, csak a kovászt meg az ilonkát. Aztán mondta, hogy mi érdekli, itt a hajtókában ott van valami, tényleg volt. A varrótű, még a újonc korunk óta ott volt körültekerve feszesen cérdával. Hogy da-da, pán, etonádom, ezt kell. Mondta, hogy te meg add nekem azt a téglakenyeret, amit a hónad alatt szorongatsz. Most már mutogatással értettük meg egymást, és azt mondja, pán, pán, pacsem múzsenyi, minek neked az Igorka? Titeket, és akkor így nagy évbe szépen összeszorítva, kigyújtva a mutatót, úgy is főbe lőnek. Meghökkentem. Mondom, hol vagyunk? Ilovszkoje, Alekszejevka, Sztarioszkol, Lovioszkol, ezek a nevek jutottak eszembe hirtelen a valamikori hadijelentésekből. Azt mondja, nyílt, pár nyílt, itt a Katyin, tehát a Katyini erdőbe értünk végre célhoz, ott, ahol a 19-21 ezer lengyel tisztet vagy értelmiségit kivégeztek. Na, így kezdődött a hadifogság aztán. Utána aztán újra elvittek bennünket szétlőtt épületbe, valami gyár lehetett valamikor, ablak nem volt, de ablakkeret se volt már, és bizony, na, és akkor ott a front többször változott a Katyini erdő környékén, és normál, és ott kellett a szöges drótot leszerelni, és kihúzni a hozzátartozó oszlopokat. És este, mikor bevonultunk, akkor közölte a munkavezető, hogy a szöges drót leszerelés 19%-ra, a normát 19%-ra teljesítettük. Hát egyszerűen hangosan röhögtünk, ez a zászló, hát mi csak erkölcsi normát ismertünk addig, de az, hogy a szöges drót leszerelésnek is normája van, arról nem beszél, hogy hetenként két-három ember fölrobbant. Csak egy gyárépület volt, ablak se, ajtó se volt, tető se volt. A legfelső emelet esett a hó, mert ott már a hó, számoltam, legkorábban szeptember 28-án, legkésőbb október 2-án esett le, és attól kezdve ilyen idő, mint amilyen most van itt, még májusban volt, májusban is volt. És el tudnám mondani, hogy hogy rejtettük el a május 9-én vettük elő, vagy vettük ki a farkascombot a hóból. De
nem volt semmi. És úgy feküdtünk, úgy aludtunk, összebújtunk, a köpenyet leterítettük a deszkára, volt deszka, de szalvaság nem volt, és a többi köpennyel meg magunkat takartuk be. Aki kiment pisilni, az a szélére került, de az járt jól, aki középen volt. Vérhasjárvány tört ki a táborba, de az a gyár túlsó épületé, vagy túlsó végén kezdődött, mi magyarok itt voltunk. És egyszer jött 6 vagy 8, tudja az ördög, egy teherautó, és mondták, hogy a magyarok mennek. Kint volt a tiszti barakban 3 ember. Mikor ez a Katinyi, igen, a Katinyi érkezés volt, akkor azt mondták, hogy írjunk haza a szülőknek levelet, és mi is megyünk, szkorod a boly, mi is megyünk vigyázz, nem sokára haza. És, de csak 25 szót megírtuk. És ez a 3 ember, ekkor ezen a napon, amikor jött az a 6-8 teherautó, ott volt takarítan is jöttek, hogy mind valamennyi gúlába, ott van a sarokban leszórva a levél, amit írtunk, semmit nem küldtek el. A táborban voltak németek is, de jellemző, hogy az oroszok kiadták a parancsot, hogy szabad viselni a kitüntetéseket is, a fegyvert is, és a rangot is, a rangjelzés is előkerült náluk, a kitüntetések is előkerültek, sőt az egyik őrnagy még a tört is az oldalán viselte, mi nem viseltünk semmit. És nem is mondtuk a saját foglalkozásunkat se. Nekem kérdezi, hogy mi a foglalkozásom. Megkérdeztem Benyákot, ruszin fiú volt, hogy a festő, mit jelent oroszul? Azt mondja, hudosnyik. Jó. De ez kiderült, hogy az a festő művészt jelentette, szóval nem jól csináltam. És a másik pedig, hogy az írásról látták, hogy ki hogy ír, hogy értelmiségi, vagy pedig nem. Tehát ők ki tudták volna választani, válogatni azokat az embereket, akik a lengyelek sorsára juthattak volna. Én ugyan a sőrsrift alapján írtam, tehát a dőlt betűvel, úgy, mint ahogyan a háború előtt, 1777-ben Mária Terézia akkor rendelte ezt el, és de nem játszottam egyetlen egy helyes írási hibát, azt is kellett volna csinálni. Hát innen most már tudom, hogy mit kellett volna csinálni. Na, jött a teherautó, fölraktak bennünket, és elvittek éjszaka valahová. Nem tudom, hogy hová. Nem tudjuk, hogy hová. Azóta is néztem a kibutatásokat. 7401-es tábor nincs sehol. Ez volt a mi táborunknak a de sehol. Valahova az erdőbe vittek bennünket mélyen, és ott voltunk. Most alig oda megérkeztünk, ott már volt szalmazsák, de csak korpa volt benne, az már teljesen tönkrement. És iszonyatos tömegű poloska. Én annyira érzékeny vagyok a bolhára, szúnyogra, poloskára, tetűre, hogy az valami szörnyű. És hát egyszer csak riadó, hogy órája alszunk, és gyerünk ki az állomásra, és akkor hajtottak ki a hóba bennünket, és raktuk le. Azt mondja, vételezzünk lapátot. Lapát, hát ásó volt. Ott ásó is, lapát is, mindegy. Jött az útépítéshez szükséges, illetve a bitumen készítéshez szükséges anyag,
olyan volt, mint a hobok, de az valami keverék volt. Iszonyatos szél fújt, és 2 méterre kellett letakni a vagomból. És ott állt, és volt ott egy fiú, 155 cm magas volt, szőke volt, bajusza volt, és ő is rakta. De hát, ahogy tudta, ez muzsikus volt ez a fiú. Aztán úgy látszik, hogy az őr, aki ott állt egy tűz mellett, elégedetlen volt a teljesítményével. Oda ment, és egy iszonyatos pofont ledörgölt neki. És erre ez a fiú, Antal Gyurka, fogta magát, és oda tartotta a másik arcát is. Nagyon vallásos ember volt. És az őrettől úgy megijedt, azt hitte, hogy ez őrült. És mutatta, hogy adja oda a másikra is. Hogy az őr szaladt el, és soha többé oda-vissza nem jött azon az éjszakán az őr. Egyébként Antal Gyurka pécsi zenei főiskolán volt tanár később. És utána bementünk, és aludtunk. De ahogy fogadtak bennünket, amikor az 5 teherautóval megérkeztünk, az érdekes volt, hogy bent táborban sötét volt, és pislákolt a villanylámpa, és kijött táborparancsnok, a német táborparancsnok, tizedes volt a Sztalingrádnál, de valami ragyogó csizmája volt, kitűnő szerelése, köpenye, és mondja, hogy verfluchte Zigeuner Volk, de átkozott cigány népség, ezt mondja a szövetségesekre a német. És fogta magát, 5-ösével kellett sorakozni, mindig papiaty, és belerúgott az előtte elhaladókba. Én szerencsére éppen olyan sorban esetem, amikor le kellett tenni a lábát, hogy újra rúghasson. Na és akkor így kerültünk be a tábor ajtóhoz, kapuhoz. És hallom, ott nyüzsgés volt bent a sötétben, és hallok egy érces Terror 2 hangot, hogy nem érdekel, ha mindnyájan itt döglötök meg, én akkor is hazamegyek. Osztályozás volt, minden hónapban volt osztályozás, biztosan emlegették már azt, hogy le kellett tolni a nadrágot, meghúzták az ember fenekén a bőrt, és akkor abból állapították meg, hogy első, másod, harmad, 7 osztályzat volt, és így kiabált, vagy így ordított, és akkor határoztam el, hogy megtanulok oroszul. Hát persze nem lehet megtanulni, hát nyelvtankönyvből is nehéz megtanulni, de azután hozzáfogtam, és vettem. Ott a valuta a dohány volt, a mahorka. 3 csavarás mahorkát kaptunk egy napra, és én egy csavarásért azoktól a németektől, akik már 4 éve Oroszországban voltak, harcoltak, azok már azokra ragadt valami, azoktól vásároltam szavakat. És akkor én adok, kérdeztem az egyik némettel, aki nagyon odáig volt a dohányért, mondja, hogy jada jó, odattam neki az egy csavarást. Azt mondom, tida jós, te adsz, mondja, tida jós. Mondhatta a másikat. Mondom, ő ad. Nem, azt mondja, vegyek más szót is. Vegyek más szót is, nem ad. Hát végül nem tudtam mit csinálni, hát akkor veszek mást. Nem mondom, mit ajánlasz? Azt mondja, puntyira vannája. Az mi? Azt mondja, tarka pöttyes. Hát megvettem ezt a rohadt tarka pöttyes szót. De kiderült, hogy ez se orosz szó volt, mert ráznac vetni az oroszul később, aztán megtanultam. És na, így vettem. Aztán nehéz volt, mert a latinban, a németben 4 eset van. Hát ezeknél 6 volt. A fele egye meg, amíg erre rájöttem, hogy mennyi, hogy hívják, ráment. Egyszer volt, tél volt. És nagyon tél volt.
és kivezényeltek bennünket valami állomás vagy vasút mellé, és nagy ciszterna, egy nagy olajszállító ciszterna volt, de nem ilyen cserevész, mint a magyar, hanem majdnem kétszer akkora volt. És azt mondja a gyiszátnyik, a munkavezető, hogy ezt ássuk le. Hát mivel ássuk le? Hát hogy ássuk le? Hát át volt fagyva a föld. Na végül aztán mondtam, na fogjunk hozzá emberek, akkor én voltam a brigádvezető. Majd mondom, hogy hogy választották ki a brigádvezetőt, hogy, és mondtam, hogy ássunk, fúrjunk ki először csak a 10-15 cm-es lukat, aztán majd alulról kezdjük lefeszegetni a földet. És nagy kínnal megcsináltuk. A munkavezető bement a bódéba, ott valamilyen bódé volt, talán megálló lehetett valamikor, megállóhoz tartozhatott, és piszkos fekete füstere jött ki egész napon, ránk se nézett, és, de egyszer ránk nézett, és megkérdezte, hogy mi dolgozunk, de pracent búgyet? Százalék lesz, búgyet, búgyet, mondja, búgyet, lesz, lesz. És hát végül is egy méter valamennyire volt átfagyva a föld, és úgy feszegettük, és úgy ástuk ki. De aztán a narjád, a munkalap ráírt, amit ráírt, azt leadta a munkaügyön. És annak megfelelően kapott a brigád ellátást. 80 deka kegyeret, 60 deka kegyeret, de hát az kovász volt inkább, mint kegyét. Mind rettenetes volt. Az erdőirtás is az volt. Hát ilyen csizma, vagy a térdig érő hóba kellett menni, ott esett a hó nagyon, az rettenetes volt. Akkor nyáron 40 fokon fölül volt már a hőmérséklet, és kint az úton az aszfaltot teríteni, és gyorsan, mert az autók, a teherautók jöttek, az borzasztó volt. Ez nem volt ott normális munka. Egyszer jön a munka, az ők, to hocset, rabotat karrier. Nem értettem semmit. Hogy sem tudtam, hogy akar karrier, hát karrier, én is akarok karriert csinálni, gondoltam. És kiszálltam. Hát kiderült, hogy homokbánya a karrier, és normára kellett a homokot termelni, és jöttek föl ezek az amerikai gyártmányú teherautók. De nem volt lapát, hanem ásó volt, de az ásó is olyan pocsék anyagból volt, hogy lekonyult, és azzal kellett volna teljesíteni. És hát azt hittem, hogy meghalunk, az rettenetes volt. Azután másnap újra sorakozott a tábor, és akkor mondták, hogy brigád karrier, hogy a karrier brigád lépjen ki. Hát tudtam már diákkoromból, hogy legjobb a névsor és az osztály kétharmadába lenni, és akkor tájékozódik az ember, akár előről, akár hátulról kezdik, és most is ott voltam, és nem mentem többé, szóval nem csináltam karriert. 136% után kapott az plusz kenyeret az ember. És akkor hozta a politikai tiszt divatba, a táborba, hogy nem lehet, hogy mindenki egyformán dolgozzék, hogy kap 80%-ot a brigád, az nem lehet, hogy mindenki éppen úgy teljesítsen. Van, aki jobban, van, aki rosszabbul. Hú, ragyogó. Erre fogtam magam, és kitöltöttem a 24 tagú brigádba, hogy a népsorban az első 236%-ot teljesített, összeadtam a 19%-ot, mert annyit adott ez a munkavezető ezért a ciszternáért, és a többi nem maradt, csak 5-6. Hát és akkor a népsor szerint 5-6. És beadtam, föl is vettük a kenyeret, és karácsony volt, és egy ilyen 30x30-as
táblája volt valakinek deszkából, és kérdeztem, kinek van kése? Hát nem lehet egy tocs kése, hanem szöget tettek a vasút, aki a vasútnál dolgozott, a kerekek alá, és azon felszereteltettem ezt a két adagot, plusz adagot, és mindenkinek egy kocka, egy ilyen 2x2 cm-es kockányi jutott a brigádból. És mondtam, hogy tessék, akkor kezdjük névsor szerint. És akkor névsor szerint vettük, én vettem utoljára, és akkor a Pritchről, az emeletes Pritchről nézték, mondom, karácsony volt, azt mondja, áldoznak a Tóth brigádba. Aztán ezzel el volt. Hanem a politikai tisztre ekkor jött rá, hogy éppen karácsonykor, hogy ellenőrizze ezeket a papírokat, és látta. Előzőleg nagyon jó viszonyban voltam, a Mikulást csináltattam neki, és örvendezett neki, kitűnő kapcsolatban voltunk, és őrjöngött, magához hivatott, és én csak átszaladtam oda így ilyen lezser módon, és azonnal bevágott a börtönbe, a bunkerbe, amelyben nem volt ablak se. Azt hittem, hogy megőrülök, olyan volt, nem tudtam se leülni, se megállni. Az rettenetes volt. És azután, most nagyon-nagyon ugrok, mikor hazajöttünk Debrecenből, nem bíztam benne, hogy Debrecenből Budapestre jöhetünk, és a Hortobágyon keresztül egy mellék vasút vagy vonalon jöttem, és azon vettem észre, hogy a sok száz magyar közül van még öt, akinek helyén van az esze. Mikor beállt az a két kis vagon, motorvonat, ők is akkor előkerültek valahonnan. És akkor beültünk, és ott ültünk a padon. Aztán az egyik állomáson megáll a vonat, bejön valaki, egy széles, tram, nagy ember, Babarczi. Ő adta a kést, és ők, aki egyik adta a kést, a másik annak idején a deszkát, ráragadt, mondom, hogy olyan volt itt a kovász, ami ráragadt a vágásból, lekaparta, és megette. De aki a kést adta, annak nem jutott semmi, hanem csak a deszka tulajdonos tudott nyalni, és Babarczi akkor megfogta a kést, és belevágta tiszterőből a deszka tulajdonosába. De hát ez disztrófiás volt, az olyan gyenge volt, hogy csak föl tudta hasítani a pufajkát. És, na és most ez a Babarczi nyitja öntudatosan az ajtót, és megáll, látja, hogy foglyok vannak a fülkébe. Ő technikus volt az egri érsekség birtokán, és néz, néz, és egyre zsugorodik, meglát engem, és odajött, hát én is ülök ott fogolyszerelésbe, odajött, és letérdeppelt előtte, azt mondja, Tóth úr, bocsásson meg, Tóth úr. De váljon föl, Babarczi, és a következő állomáson leszállt Babarczi, nem bírta elviselni. Na ez lett a eredménye a tiszternázásnak. De hogy ha magyar történelemszakos tanárnak mondanám, akkor mondanám még a dramaturgiai fordulatot, hogy a végén tavasszal ezt bennünket, ezt a brigádot küldték ki oda, hogy hányjuk be a földet, amit úgy véstünk ki szöggel, hát gyákány nem volt, hanem nyomorult eszközökkel, hogy hányjuk be a földet, és maradjon ott a ciszterna, ahol van.
nem kell vele törődni. Hát ez valami olyan furcsa fájdalom volt, hogy ott döglöttünk meg érte, egész nap fagytunk és dolgoztunk, és ennyi volt az egész, hogy nem is volt érdemes csinálni, semmi szükség nem volt rá, csak az, hogy mi pusztuljunk el. Na, hát ilyen készülni nem lehetett rá készülni, mert örökké azt mondták, hogy szkoradamolj, hamarosan haza, de ott az idő gumiból van, nem lehet kiszámolni. És ekkor se hittük el, hogy hazajövünk, amikor mondták, hogy jövünk haza. Máskor is mondták, hogy jövünk haza, és átvittek másik táborba bennünket. Ezt nem lehetett elhinni. És végül aztán nagy nehezen elindult a vonat velünk, ott már vegyes nagy együttes volt, az már világos volt, hogy lehet, hogy hazajövünk, de még ott is válogattak közülünk embereket. Nézték, a hónalján nincs-e kék jelzés, ez az SS vér csoportjelzés az embernek, meg nem csedd, volt-e cseddőr, meg különböző szempontjaik voltak, hanem jöttünk át a Tiszán csapnál. Igen, ez örökké megmaradt bennem. Jövünk, akkor már nyitott volt a vagonajtó, ott ültünk kint, délelőtt, vagy reggel 10 óra, vagy 8 óra lehetett, magas volt ott a vasúti töltés, és 4 évig nem hallottunk női hangot. Egy oktávval magasabb hangot nem hallottunk magyarul. Csak férfi hangot hallottunk, még örültünk, hogyha az is magyar volt. És ott lent ment egy karcsú, magas lány, kiskapával a vállán, és azon egy kis szatyor, fölnéz, és azt mondta, Isten hozta magukat, aztán ment tovább. És ekkor ezek az emberek nyájan elkezdtünk sírni. Egyszerűen sírt mindenki, de ez azt kell tudni, hogy mikor elindultunk kifelé, akkor tehát az orosz támaszpontról indultunk kifelé, akkor szinte éjszakánként dobtak ki egy-egy embert a vagomból, és az orosz őrök, akkor már fegyver nélkül voltak, nem sokat törődtek vele. Az ilyeneket, akik ezt mondták, hogy ha mindjárt itt döglötök meg, én akkor is hazamegyek, tehát halálra hajszolta a brigádját, és ezeket kidobta. És akkor ezek az emberek, akik szemtelenül nézték ezt, és szemtelenül csináltak, ezek elkezdtek sírni. Aztán így jöttünk Debrecenbe, aztán Debrecenből hazajöttünk, és én se találtam meg a szüleimet, nem is voltak ott, nem is laktak már abban a községben. Úgyhogy följöttem Pestre, hogy itt van keresztapám, itt lakik, majd talán ő megmondja, hogy hol vannak, vagy élnek-e, vagy mi van velük. Aztán egy éjszaka érkeztem haza. Édesapám se, édesanyám se kérdezte, az öcsém se kérdezte, mint a rosszat el akarták felejteni, nem is akartak tudomást szerezni róla, de én se akartam beszélni, munkahelyen szó se lehetett róla. Igen, mostanában gondoltam rá, hogy össze kellene írni, de kit érdekel ez az egész. Egyébként érdekes, hogy nem csak az orosz hadifogság volt ilyen, a francia szintén gonosz, csúnya idő és kegyetlen, taszító magatartás volt. Akkor, mikor mi a franciákkal nem is voltunk hadi állapotban, és amilyen elegánsan mi bántunk a franciákkal. Hadifogói híradóba írtam 2-3 cikket, amikor éppen kellett. Minden hónapban volt ilyen találkozó, és május 9-én a Hadtörténeti Múzeumban szintén van
megemlékezés a hadifogoly szobornál, azon részt vettem.